Köszöntöm a T1 televízió nézőit, ez a 10 perc című napi hírműsorunk. Nézzük a mai tartalmat. Április 1-ével több komoly változás is történt az önkormányzat életében. Az egyik például az a szabályozás, amely a szemétszállításra kapcsolatos, hiszen azok, akik nem rendelkeznek jelenleg érvényes szerződéssel, azok szankció elé nézhetnek, de legalábbis utána néz annak az önkormányzat, hogy kik azok, akik nem fizetnek hulladékszállítási díjat. Ez a dolog, ugye nagyon az április elején vagyunk, hogy áll, mik a tervei az önkormányzatnak? Március 1-től új hivatali struktúra vagy jött létre a polgármesteri hivatalban, gyakorlatilag ezt a feladatot a hatósági osztály kapta meg. A hatósági osztálynak április 1-től új osztályvezetője van. Az elmúlt heti vezetői ülés, vagy vezetői értekezleten beszéltünk ezekről a feladatokról. A hatósági osztály elkezdi az ellenőrzéseket. Nyilván, hogy első körben a büntetéseket nem fogjuk kiszabni, de mindenféleképpen az érintettek figyelmét fel fogjuk hívni, illetve a hatósági osztály felhívja, hogy kössék meg a közszolgáltatási szerződéseket. Április 1-ével a Rádió Török Szent Miklós is új ügyvezetőt kapott. Milyen célokkal, milyen tervekkel, hogy tud neki állni a munkájának az új vezetés? Így van. Édes Krisztina megbízott ügyvezető lett 2017. december 31-ig, ugyanis egy eredménytelen pályázatot hagytunk magunk mögött, tehát a kiírt pályázat nem járt sikerrel. Az új ügyvezetésnek az első számú feladata, hogy már a tulajdonosi jövőkép ismeretében április végéig készítse el a 2017-es üzleti tervet. Én azt gondolom, hogy az első lépések között főként nyilván a rádió, mint alapfeladat megtartása, megerősítése lesz az elsődleges dolog, illetve emellett a reklámbevételek, illetve marketing tevékenységre kell nagy hangsúlyt fektetnie az ügyvezetésnek. Nyilván, hogy a további célmeghatározások az már azt gondolom, hogy egy megerősödött KFT-vel lehet majd többek között mondjuk rendezvényszervezésbe is belevágni, tehát ez a jövő feladata lesz. A reklám és marketing tevékenységről beszélt polgármester úr, és emellett párhuzamosan elindult a vállalkozók felé is egyfajta nyitás, többek között a kommunikáció mélyítésében, illetve abban, hogy tud együttműködni a város és a Törökszent Miklós vagy a régióban működő vállalkozások. Ebben milyen fejlemények vannak, mit nyújthat az önkormányzat a vállalkozásoknak, mit vár a vállalkozásoktól? Így van. Elindultunk a vállalkozások irányába. Az elmúlt időszakban eddig 6 vállalkozást tudtunk személyesen megkeresni, de a céljaink között szerepel mintegy 40-50 helyi vállalkozónak a közvetlen megkeresése. Mindenféleképpen első körben szeretnénk a vállalkozás székhelyén találkozni a vállalkozókkal, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gesztus az önkormányzat részéről is, hogy ezután egy újabb, szorosabb kapcsolatot tudjunk kialakítani. Egyébként minden eddigi önkormányzatnál kezdeményezés volt a vállalkozók irányába, mint ahogy most a találkozások során, a beszélgetések során megtudtam. Tehát ez az előző önkormányzati ciklusban is, illetve még Bak Zoltán polgármestersége idején is volt egy hasonló kezdeményezés Törökszent Miklóson. Én azt gondolom, hogy a fő célunk az, hogy Törökszent Miklóson, a Törökszent Miklós fejlesztésért, Törökszent Miklós jövőjéért egy olyan fórumot hozzunk létre, amelyben nem csak az önkormányzat vesz részt, hanem tevékenyen azok a személyek is, vagy azoknak a személyeknek a vállalkozásai is, akik tulajdonképpen elég sokat tesznek Törökszent Miklósért, hiszen azzal, hogy ők itt munkahelyeket tartanak fent, munkahelyeket teremtenek, ők valahol, ha nem is közvetlen megválasztott döntéshozók, de én véleményem szerint döntés előkészítésben mindenféleképpen szerepet kell, hogy kapjanak. Tehát ennek a fórumnak
részben az is a célja, hogy a vállalkozásokat egy közvetlen kapcsolaton keresztül aktuális kérdésekről meg tudjunk kérdezni. A város társadalmi életébe közvetlenül be tudjuk őket vonni. Ne érezzék azt, hogy nem gondol rájuk a város, illetve ezeken a fórumokon keresztül nyilván az önkormányzat erejéhez, képességéhez képest szeretnénk szakmai segítségnyújtásban is közreműködni. Úgy tervezzük, hogy május végén, június elején itt a Városháza dísztermében lenne egy első közös találkozás a vállalkozásokkal. Nem csak törökszentmiklósi vagy törökszentmiklóson működő vállalkozásokban gondolkodunk, meg fogunk keresni olyan vállalkozásokat is, akiknek törökszentmiklósi tulajdonosa van, tehát a tulajdonos itt él a városban, ugyanakkor a vállalkozás telephelye, székhelye nem törökszentmiklóson van. Megkeresünk olyan vállalkozásokat is, akik nem törökszentmiklósiak, de itt a térségben jelentős tevékenységet folytatnak, végeznek. Tehát mindenféleképpen szeretnénk egy picit egy viszonylag nagy kört kialakítani ebben a tekintetben. Az első találkozások, beszélgetésekből egyébként a pozitív visszhang jött vissza. Ugyanakkor tényleg nem rejtve véka alá volt olyan személy is, aki azt mondta, hogy rendkívüli módon örül ennek a kezdeményezésnek, de lehet, hogy egy kicsit korábban kellett volna már megkezdeni. Igen, én is úgy gondolom, hogy lehet, hogyha korábban kezdjük, akkor már eredményeket is tudunk felmutatni, de én azt gondolom, hogy sohasem késő egy új dologba belekezdeni, és még javában zajlik ez a választási, vagyis ez az önkormányzati ciklus, hiszen a ciklus felénél tartunk, és szerintem épp a közepén, hogyha azt a kezdeményezést, amit egyébként valahol, valamilyen szinten, ha nem is konkrétan megfogalmazva, de a választási ígéretek között is szerepeltettünk, szerintem most ezen az úton elindulva biztos, hogy célt fogunk elérni, vagy jó célokat fogunk elérni. Másik dolog volt ez, erről még nagyon híreket nem adtunk, szintén a múlt héten volt egy újabb kezdeményezés itt a fiatalok, törökszentmiklósi fiatalok irányába. Volt egy első találkozásunk a törökszentmiklósi iskolák diák önkormányzataival. Szeretnénk egy ifjúsági önkormányzatot létrehozni. Nagyon sok településen működik egyébként, vagy lehet, hogy túlzás, hogy nagyon sok településen, de van olyan település, ahol működik ez, és én azt gondolom, hogy itt is fontos lenne, hogy a fiatalok közvetlenül tudják elmondani a véleményüket, akár úgy, hogy mint egy saját önkormányzatiságot létrehozva, ugyanakkor pedig tanulva a közéletet, hiszen mindenféleképpen az itt élő fiatalok fogják 10-15-20 év múlva alkotni azt a közösséget, akiknek a tagjaiból Törökszent Miklós akkori jövőbeni önkormányzatának ki kell majd alakulnia, vagy létre kell jönnie. 2017. április 15-én a Tulipános Láda meséi különkiadásával várta az érdeklődőket az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület. A program keretében bügykölde, tojásfestés és mese várta a gyerekeket. Pletykás asszonyokról szólt ez a mese, amit most olvastunk, és itt a tojásfestést kombináltuk bele ebbe a mesébe. A tojáshoz talán ez a mese kapcsolódott a legjobban. Ez a mese arról szól, hogy a pletykás asszonyok, az ember le akarta buktatni a feleségét, mert mindig
pletykál az asszony, és hogy azt találta ki, hogy ő megtojt egy tojást. És hogy mi kerekedett ebből, végül is ebből adódott, hogy a végére már nem egy tojást tojt, hanem rengeteg tojást. Többféle tojásfestési technikát sajátíthattak el a gyerekek, valamint azt is megtudhatták, hogyan kell egy lyukon kifújni és tisztítani a tojást. A mintákhoz a berzseléses technikánál kezdeném először mindenféle ilyen kis füvet, zöldséget használnak a gyerekek. Ezt először egy letisztított tojásra, egyszeres vízzel letisztított tojásra ráillesztjük, és becsomagoljuk harisnyába, jól rászorítjuk a harisnyát, ezután belelógatják festékbe. Tehát porfestéket használunk, ezt rendes bolti tojásfesték, ezt feloldottuk forró vízbe egy kis ecettel, és akkor ebben a gyerekek tartják a tojást, és utána, amikor szép piros lett, akkor egy picit megszárítjuk, majd lekerül róla a harisnya, levágjuk a harisnyát, és akkor ez a minta megmarad a tojáson. Mit szólnak a gyerekek ehhez? Hogyan fogadják azt, hogy a természetből vannak az alapanyagok, amivel tojást festenek? Érdekes, mert megismerik, hogy ez fű, hogy ez zöldséglevél, hogy ezeket olyan érdekes és szeretettel fogadják. Tehát a lóherét raktuk rá, és akkor ebből csináltunk, mivel 3 levelűt sikerült találni, ebből csináltunk gyorsan 4 levelűt, és ez így nagyon izgalmasnak tűnt. A berzselés az egyik legszebb hagyományos tojásfestési technika. Vanna Zsófia először készített tojást ezzel az eljárással. Én még nem készítettem így, de nekem nagyon tetszett, izgalmas volt. Otthon szoktatok-e tojást festeni? Milyen hagyományokat ápoltok húsvétkor? Mi szoktunk tojást festeni, de csak ilyen simát, hogy sima egyszínű általában. És melyiket szereted jobban? Megvenni a boltba a tojást, vagy pedig elkészíteni? Én elkészíteni szeretem jobban. És várod húsvétkor a locsolókat? Igen. Mivel várjátok őket? Csak itt tojással is, festett tojásokkal. A másik technika pedig ez a pöttyözéses technika. Itt is először a gyerekek befestik a tojást, ugyanígy ebbe a festékes vízbe, és ezután olvasztottunk méviaszt meg, és ezt egy íróka segítségével megpöttyözik, és utána ez is, ugye ez rögtön a méviasz, ahogy a tojással találkozik, ő rögtön ott megköt rajta, és miután ez kész van a minta, amit ők kitalálnak, ezt egy ilyen aranypor segítségével megpöttyözik. És akkor egy ilyen szép piros tojáson különböző motivumok ilyen arany színben pompázik rajta. Nagyon fontosnak tartom a hagyományok őrzését, és úgy gondolom úgy lehet továbbadni, hogyha benne élnek, és ez egy jó lehetőség. Uh-huh. És hogyan fogadták a gyerekek a tojásfestést, hogy érzik magukat? Én szerintem jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik, érdekes számukra. Mi az, amit készítettetek? Készítettünk pöttyözős technikával tojást, illetve ezzel a módszerrel, aminek nem tudom a pontos szaknevét. Otthon milyen hagyományokat ápoltok a húsvétból, akár te vagy a kereszt gyerekeidnek a szülei? Rendszeresen szoktak jönni locsolkodni, vízzel is akár, és akkor otthon is szoktak tojást festeni, tojást adnak, tehát úgy nagyjából a váza otthon is megvan ennek az egésznek. Ez volt a 10 perc. A holnapi napon ugyanebben az időpontban újabb hírekkel jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra, és továbbra is jó televíziózást kívánok Önöknek!